nem támogatja a DK és az LMP veres párt a jövő évi önkormányzati választásokon. A két párt Miskolcon Hegedűs Andrea DK-s országgyűlési képviselőnek szavazott bizalmat. A polgármester jelölt szerint a jelenlegi városvezetés nem valósította meg a 2019-es álmokat, nem hozott megfelelő döntéseket és nem választott jó irányt. Hegedűs Andrea úgy fogalmazott, ezen változtatni kell. A Tudomány és Technika házában gyülekeztek a Demokratikus Koalíció és az LMP politikusai. A sajtótájékoztatón bejelentették, a két párt Miskolcon Hegedűs Andreát támogatja a jövő évi önkormányzati választásokon. Az aggodalma sokaknak, hogy talán lehetne egy olyan polgármester, aki világosabban áll ki közös elveinkért, ezt az aggodalmat mi osztjuk. Ezért, amikor azt mondták nekünk a miskolciak, az itteniek, hogy ők egyébként saját jelöltet indítanának a regnáló polgármester működése időszakában is készül a következő választásra, akkor azt mondtuk, hogy ez a ti döntésetek. Ha így döntetek, akkor mi ezt megértjük. Elfogadjuk, és nyilván a végén támogatni fogjuk. Ezt a támogatást szeretném itt most akkor nyilvánosan is kifejezni. Hegedűs Andreát a DK szövetségeseként az LMP támogatja, Smuk Erzsébet társelnök az önkormányzatok nehéz helyzetéről, környezetvédelmi, megélhetési problémákról és az éghajlatváltozás negatív hatásairól is beszélt. Ebben a városban ezzel a problémával leginkább Hegedűs Andrea vezette önkormányzat fog megküzdeni. Éppen ezért az LMP Borsodabolyzemplé megyei szervezete úgy döntött, hogy Hegedűs Andreát fogja támogatni polgármesterként a következő önkormányzati választáson, és ezzel az LMP-nek az elnöksége messze menőleg egyetért. Hegedűs Andrea elmondta, hogy bár 2019-ben még mindannyian Veres Pál mögött álltak, mára ez megváltozott. Nekünk szükségünk van arra, hogy őszintén beszéljünk Miskolcról, hogy bátrak legyünk. Bátrak legyünk akkor is, amikor elvárják tőlünk, hogy megvalósítsuk Miskolc álmát. És bátrak kell, hogy legyünk akkor is, amikor kimondjuk azt, hogy ez a városvezetés nem megfelelő döntéseket hozott, nem megfelelő irányt mutatott. Nekünk ezen az irányon változtatnunk kell. Az országgyűlési képviselő hozzátette, az a célja, hogy megvalósítsa Miskolc álmát. Abszolút.